Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy felveszek egy ilyen miket főztem ma videót, vagy nem tudom még mi lesz a címe. Az a lényeg, hogy főzőcskézek húslevest, rántok ki csirke mellfilét, meg sütök tepsibe csirke combot, krumplipürével, meg uborka salátával, mégpedig az apropója a dolognak. Jön haza a csemetém, és kívánságműsoros kajákat csinálok neki. Úgyhogy ez a mai Szóval, mutogatom nektek szakaszonként, hogy éppen hol tartok, nem ígérem, hogy ilyen részletes videó lesz, mert arra se energiám, se időm nincs. De minden esetre, ha tetszik nektek az ilyen főzős videó, akkor tartsatok velem. Ott tartok, hogy lehaboztam egyszer már a leves, de még egyszer át fogok rajta szaladni a szűrővel, aztán bezöldségezem. Itt vannak a zöldségek, van benne egy fej hagyma, répa, petrezselyem gyökér, krumpli, imádjuk a főtt krumplit a húslevesből, úgyhogy ezért általában harcolni szoktunk. Meg menni fog bele fagyasztott zellerzöld, szárított petrezselyem, derikát, szemesbors, ilyenek majd mutatom. Hogy szóval, mi. Amit még teszek bele, só, ételízesítő, szemes fekete bors, őrölt fekete bors, szárított petrezselyem zöld, és fagyasztott zellerlevél. Ezek mennek a levesbe. Azért használok sót is, meg ételízesítőt is, mert mind a kettőt szeretem, de ahhoz, hogy elég sós legyen a leves, ahhoz túl sok ételízesítőt kéne beletenni, annyira azért nem vagyok ennek a híve, úgyhogy én mind a kettőt szoktam a levesbe tenni. Szóval belepakoltam mindenféle fűszert, kb. 2 evőkanál só, 1 evőkanál delikát, szárított petrezselyemzöld, őrölt fekete bors, szemes fekete bors, hát egy fél csomag körülbelül, őrölt fekete borsból egy púpos kis kanállal, majd még később, ha kell, teszek bele valamit. Ez most így fődögél nekünk, majd szépen lassan mihelyest felfort. Egy gereszt fokhagyma is került a levesbe, ez kimaradt a sorolásból. A következő mozzanat pedig, hogy a besózott csirkemellfilét be fogom panírozni. Liszt, tojás, zsömlemorzsa vagy panírmorzsa. A tojásba tettem delikátot és őrölt borsot. Ennyi a történet. Ez 2 egész csirkemellfilész, szóval nem olyan sok, úgyhogy ez fog most következni, hogy bepanírozgatom a húsikát. És ott a leves tésztám cérnametélt fog kerülni a húslevesbe. Ez a 3-25 dekás csomag, a Lidlbe szoktam menni. Általában én cérnametéltet főzök, vagy gyufatésztát a levesekhez. Én azt szeretem, vagy mi azt szeretjük, úgyhogy na, induljon a panírozgatás. Thank you.
panírozom a húsit, és később fogom majd csak kisütni, de úgy vagyok vele, hogy ezek a pepecs melók legyek minél hamarabb túl, és akkor hagyd takarítsak össze, mert hát én is tudok itt a pulton maszatolni. Úgy szoktam csinálni, hogy a lisztből én kirázom a csirke mellett, tehát így leszoktam róla rázni, még mielőtt valaki megijedne, hogy 50 réteg lisztet hagyok rajta. Nem hagyok rajta, hanem lerázom, és utána tojásból is kicsurgatom, és a zsemlemorzsa az, amiben megszoktam egy kicsit nyomkodni kézzel, hogy a nagyobb darabok is rátapadjanak a tojásra, mert van, hogy a zsemlemorzsának csak a por része akar rátapadni a húsira, úgyhogy én úgy szoktam csinálni, hogy megnyomkodom, és akkor utána nem rázom le, majd akkor rázom le róla a fölösleget, amikor az olajba bekerül, addig hagyom a tányéron úgy egymáson, mert hát ugye, ha nem rögtön sütöm ki, hanem nem tudom, 3 óra múlva, akkor azért a besózott hús még enged levet. És annak azért elázna a bundája, így ezzel szoktam megakadályozni, hogy elázzon a húsika, mert vagy egymás mellé teszem kizárólag a csirke szeleteket, vagy így szoktam, hogy nem rázom le a fölösleges zsemlemorzsát, hanem hagyom egy kicsit vastagabban rajta. Begyúrtam tegnap a sajtos krékernek a tésztáját még egyszer dupla adagot, mert egy kicsit reménykedem benne, hogy a csemetén visz magával, mert ez ilyen reggeli kávé mellé marha jó nasi, és dupla adagot begyúrtam belőle este, betettem a hűtőbe. Kézzel gyúrtam, azért kézzel elég nehéz. Én úgy gyúrtam, hogy nem akartam bele túl sok kefirt, joghurtot tenni, és először csak a 3 kanálnyit tettem, mert ugye a recept 2 ír, én dupláztam, tehát 4 kellett volna, és először csak a 3-at tettem bele, nem a 4-et, aztán úgy voltam vele, hogy egy evőkanálnyi még maradt volna a dobozba, úgyhogy azt is beledobtam, na úgy könnyebb volt összedolgozni a tésztát, meg ugye a margarinnak is kellett is egy kis idő, még megolvadt a kezemtől, szóval az jó kis izommeló. Én mostanában nem szoktam kézzel dagasztani mindent, a barátnőmre, robotgépre bízok, és nagyon fura volt, mert nagyon régen dagasztottam már kézzel, vagy gyúrtam össze bármilyen tésztát, és azért a karom igencsak ki volt a végére, de lett 2 gyönyörű szép tésztadarabom, úgyhogy azt ma ki fogom még sütni, ugyanúgy, mint amit láthattok is a csatornán, a sajtos krékernek a receptjét. Ez nem egy túl lisztes dolog, mert 1/2 kiló sajtot használtam hozzá, 35 deka lisztet, tehát dupláztam az eredeti receptet, 8 kanálnyi margarint, hát tudjátok, az csak úgy satsz per kb-ra, tehát mennyi a 8 kanál? Úgy satszolva csináltam, és belement egy pohár natúrjoghurt, egy kis pohár, azt egy az egybe beletettem, mert tényleg egy falatnyi maradt volna a doboz alján, úgyhogy úgy voltam vele, hogy elbírja. Úgy is dolgozódik bele egy kis liszt onnan is, hogy az ember lisztezi, mert ragad, tehát az a 35 deka, az lehet, hogy lesz 37 deka liszt, mire ugye oda kerülünk, hogy sütésre kerül a sor, mert a deszkát is lisztezzük, a kezünket is lisztezzük, magát a tésztát is belisztesztem, hogy ne ragadjon a tányérra, úgyhogy azért több a liszt benne, elbírja azt a kis joghurtot, de nagyon finom, így köménymaggal megszórva, nagyon fincsi volt, apa is nagyon szívesen csipegette, és ez a kis kocka alakú forma is nagyon bejött, úgyhogy ilyet sűrűn fogok csinálni. Én nem a legtakarékosabb dolog, mert hát ugye kell bele majd 1/2 kiló trapista sajt, de nem baj. Úgyhogy azt fogok még délután sütni. A csirke combokat mindjárt megmutatom, a sütőbe be vannak téve, de nem megy a sütő, csak úgy be vannak téve. Pácolódik. Azért nem teszem vissza a húst a hűtőbe, mert könnyebben pácolódik, ha szobahőmérsékletű, és elvileg a csirkehúst, meg mindenféle húst úgy kellene sütőben sütni, nem az, hogy te kiveszed és behagyítod a sütőbe, hanem hagynod kéne átmelegedni szobahőmérsékletűre. Hát én most ezt csinálom.
Nem tettem be, mert mondom, úgyis, mit tudom, én délbe elkezdem megsütni, addig semmi baja nem lesz a sütőbe, nem fog megbudjanni, nem fog kimászni onnan, meg ilyenek. Úgyhogy ennyi, és hogyha megsütöttem a csirkecombot, addigra igyekszem elkészülni a kis krékeremmel is, és akkor egy sütő bekapcsolással meg lesz minden. Na most ezt itt eltakarítom. Itt van a pipi húsi, ez mennyi? 2-4-6 darab csirkecomb, elég nagyok, és befűszereztem őket ilyennel. Ezzel a Kentucky csirke szárnyak, egy egész van rászórva, teszek majd rá vajdarabokat, vagy margarin darabokat, és alufólia alatt meg fogom sütni a sütőbe. Addig meg mennek vissza oda a sütőbe, jó helyen vannak ott, úgyhogy igen, ez lesz a húsi, ott van bepanírozva a rántani való húsi, és most nekiállok krumplit pucolni. Elkészült a krumpli püré, tettem bele margarint és tejet, ilyen 3,5-ös lidős tejet. Én főzéshez szeretem a zsíros tejet, és kézi mixerrel, a habverő részével felmixereztem, vagy felhabosítottam. Itt pedig éppen melegszik a víz a cérna metélthez. Ezt még nem bírom megfogni. Uno momento. És Bob főz szépen a húslevesem lassan. Ettől lassabb gázrózsám nincsen sajnos. Úgyhogy ezt, igen, ezt így tudom intézni. De itt szoktam főzni általában a leveseket, úgyhogy nagyon jó lesz. Erre ráteszem a fedőt, és megy itt félre. Már csak az uborka salátához nincs meg az alapanyagom, de majd ez is meg lesz. A pirosító meg nem jött le a kezemről. Hát igen, jóféle. Na, ki is főztem a tésztát. A kettő csomagot főztem ki, ezt a harmadikat meghagytam, mert ha nagyon kapos lenne, akkor bármikor ki tudom főzni, ez tényleg csak egy pár perc, de soknak találtam a három csomag tésztát, de mivel itthon van, így tényleg 10 perc alatt ki tudom főzni, úgyhogy a két csomag tészta az most lecsepeg, aztán át fogom tenni egy vagy zárható dobozba, vagy tába, majd még meglátom. Addig meg hagy csepegjen. Most pedig lassan nekiállok a kis krékeremnek, és kinyújtom, feldarabolom, kirakom tepsire, úgyhogy indul a kréker projekt. Nos, mivel nem vettem uborkát az uborka salátához, ezért most el kell mennem a zöldségesbe, veszek uborkát, a levesem fő, a tésztám ki van főzve, a krumpli püré kész van, a csirkemellfilé bepanírozva a sütő árnyékában,
a csirkecombis a sütőben. Mármint nem sül, csak ott tartom hűtőhelyet, hogy a cicák ne férjenek hozzá, és nekem se legyen útba. Viszont most el kell szaladnom, iszok egyet, el kell szaladnom uborkáim, mert akkor nem leszek kész délutára mindennel, úgyhogy most beszaladok ubié, és megcsinálom majd az ubisalit, ez is elfogyott. Meg ugye még a süti van hátra, de a sütőt azt egyszerre akarom bekapcsolni a sütivel. A csemetém jó késő délután jön, mert dolgozik, úgyhogy a rántott húst meg úgy próbálom meg kisütni, hogy lehetőség szerint friss legyen neki, szóval igen. Elég nagy szervezést igényel ez a dolog, de nagy részével megvagyok. A húsleves az már csak annyi, hogy elzárom, hagyom állni egy kicsit, utána majd leszűröm, mielőtt tesszük, kiszedem szépen a zöldségeket, külön-külön mindent, és ennyi, úgyhogy nem sok teendő maradt. A süti az még, ami egy kicsit pepecs, mert ki kell nyújtani, fel kell kockázni, de az már sima csiga. Úgyhogy most megyek és veszek uborkát, mert az tegnap valahogy kimaradt. Megérkeztem a Lidlből, vettem, ami kellett. Uborkáim mentem, bementem a zöldségesbe eredetileg, de nem kaptam, úgyhogy most ilyen picike uborkákból lesz az ubisali. Igen, a zöldségesben olyan öreg uborkák voltak, mint én, abból nem csinálunk. Az uborka volt 1,5 kiló, 800 forint volt kilója, és vettem tévépaprikát, gyönyörű, jó, kemény, feszes tévépaprikák voltak a Lidlba, úgyhogy azt is vettem, ami meg 1 kiló, 2 deka, és 1025 forintot fizettem érte. Aztán megláttam ezt a mosogató szivacsot, ezt a 2 rétegűt, úgyhogy vettem egy csomaggal, ezben 4 darab van. Meg vettem a kedvenc papírtörlőmet, ez a 3 rétegű vastag papírtörlő a Lidlból, én ezt nagyon szeretem. Az azt hiszem, hogy 800 forint, 1000 forint, nem tudom. Konyhai törlő, kendő, 769 forint. Ennyit vásároltam. Ennyi volt a shopping, és jöttem is haza. Legyalultam az uborkát, meggyalultam bele egy 3 darab paprikát, azt hiszem. Be van sózva, meg bekevertem a levét, az meg be van téve a hűtőbe, már mint a cukros vizet bekevertem, és betettem a hűtőbe. A húsit betakartam, és most beteszem a sütőbe. Feltekerjük. Elindítjuk, és berakom. Bemelegszik a sütő, és megsül a csirkecomb, addig előkészítem a sajtos krékert, és akkor utána tudom sütni azt is. Állapot az az, hogy ott fönt sül a csirkecomb, itt lent, itt meg sülnek a krékerek. Bekapcsoltam a légkeverést a sütőbe, és most megnézem, hogy tudok-e így sütni, hogy
alul egy tepsi sütike, fölül meg a lezárt tepsi. Nem szoktam ilyet csinálni, de ezek ilyen 10 perces sütik, úgyhogy jó lenne, ha sikerül. Na, nekem úgy tűnik, hogy ez a légkeveréses dupla sütős történet működik, úgyhogy ezt gyorsan ki is kapom, mielőtt szénné égetem. Nos, megsült a husi. Itt vannak a csirkecombok. Megsült a kréker, és majdnem teljesen egymással sütöttem a kettőt. Még összeállítom az obisarit, meg kisütöm a rántani való husit. És aztán, ha minden igaz, kész vagyok mindennel. Ja, meg hát nem mellesleg, közben hoztunk kukoricát is, úgyhogy fő egy fazék kukorica. 11 darab, 12, azt hiszem, vagy 9, nem tudom pontosan. Apa hozta a zöldségesből. Nem a legjobb kukorica, de legalább kukorica is a csömetém ehet, mert ő nagyon szereti gyerekkora óta, úgyhogy kukoricát is főzök. Szóval elég hosszú a menü. Nos, elkészültek a kaják, itt van leszűrve a húsleves, itt vannak a zöldségek, petrezselyem, sárgarépa és a krumpli, mi a hagymát nem szoktuk megenni. Kiszedtem a farhátat, meg a nyakakat, nem mindet, a többi az megy a kutyusnak, ott a tészta letakarva, megfőtt a kukorica, majd ezt kiszedem, ha jött a csemetém. Úgyhogy megvan a vacsi, megvan az ebéd, holnapra minden készen van. Itt a rántott húsi, krumplipüré, sült csirkecombok, gyönyörűségesen, az óbisari pedig a hűtőben van. Itt vannak a szépséges kis krékerek, ezeket már be is zacskóztam, hogy ne száradjon meg. És itt pihen az uborka saláta, úgyhogy minden készen van. Majd lassan eszünk, vacsorázunk, mert már este van, de nyilván azért van kajánk ezen kívül is, úgyhogy nem voltunk éhen, még ez elkészült, úgyhogy ennyi volt a mai főzőcske. Ennyi volt a mai főzőcske, elkészültem mindennel, amit szerettem volna, időben elkészültem, egy fél óra múlva megyek a csemetémé, vacsorázunk, én alig várom, hogy egyek húslevest, már nagyon régen főztem, és igen, ennyike, aztán bepakolunk a hűtőbe, ha minden kihűlt, addig meg beszélgetünk egy kicsit, csillezünk, aztán megyünk aludni. Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán, remélem inspiráltam valakit, akinek most éppen olyan időszaka van, hogy nem esik jó főzni. Tartsatok velem legközelebb, és millió puszi nektek, sziasztok! Pisze! Say what you wanna say to me now.